az általános és középiskolák mellett az alapfokú művészeti iskolákban is a tanévkezdés feladatai kötik le a pedagógusok mindennapjait. Az Üllői Harmónia Zeneiskolának már most 203 növendéke van, de még ezekben a napokban is felvételi lehetőséget kínálnak. A részleteket az igazgatótól tudtuk meg. Most zajlanak a beiratkozási napok. 5-től kezdjük is a tanévünket, teljes létszámmal, tanítással indulunk. 203 növendékünk van egyelőre, minden tanszakunk feltöltésre került. Ettől függetlenül azért nem venném el senkinek a kedvét, hiszen azért szeptember hónapban még egy művészeti iskolában történnek változások. Úgyhogy egy-két kimaradó helyünk biztos, hogy lesz, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy aki szeretne jönni hozzánk zenét tanulni, a megszokott tanszakokra, majd egy kicsit mindjárt ezt is felsorolnám, hogy mire lehet jönni, adjon be jelentkezési lapot, és akkor mi természetesen, hogyha adódik lehetőség, akkor hívni fogjuk a jelentkezőket. Lehet jönni fúvós tanszakokra, fúvola, klarinét, trombita, baritonkürt, szaxofon, aztán vonós tanszakunkra, hegedűre, természetesen zongora tanszak is indult, ütőhangszer, magánének, nagyjából ezek a klasszikus hangszerek, és a jazz tanszakon immár három hangszerrel várjuk a gyerekeket, jazz basszusgitár, jazz gitár, illetve jazz bőgő tanszak indul. A klasszikusból még a gitárt kifelejtettem, úgyhogy az nagyon fontos, hogy gitárra is lehet jelentkezni. Az iskolavezetés figyelme a tanévkezdés mellett az intézmény épületének felújítási munkálataira is kiterjed. Történt ugyanis, hogy a gazdasági nehézségek ellenére folyamatosan zajlanak a modernizációs fejlesztések. Most a kerítés és a mosdók cseréje szerepel napirenden. Igen, nagy gazdasági problémák adódnak, azt gondolom ez világjelenség, de ettől függetlenül két hatalmas dolog történt az iskolánkban ismét. Az egyiket a Üllőváros önkormányzatának köszönhetjük, a másik pedig a tankerület jóvoltából valósulhatott meg. Végre hosszú idő után kicserélésre került a zeneiskolán kerítése. Azt gondolom, hogy ez most már a városunkhoz méltó és igazán szép képet nyújt a zeneiskolának. Ezt az önkormányzat valósította meg, és ezt még egyszer mondom, nagyon szépen köszönjük. A tankerület jóvoltából pedig egy tavasszal adódó dugulási probléma után felszínre került a víz vezetékeknek a problémája, ami ugye hát egy régi épület lévén sajnos már ildomos volt kicserélni, úgyhogy teljes mosdófelújítást kapunk. Ez még részben kicsit folyamatban van, de napokon belül lezárul, és nagyon szépen megújult a két mosdónk. Köszönjük ezt is!